7 mázsapontyot telepített a Bártaszéki Horgász Egyesület a Kövesdi bányatóba. Mázsánként adagolták a halat a vízbe. Az egyesület tagjai pedig segítkeztek a munka sikeres lebonyolításában. Péter Géza, az egyesület elnöke azt mondja, évente több alkalommal frissítik, bővítik a halállományt. A mai nap során egy haltelepítést fogunk végrehajtani. Van ugye egy elfogadott halgazdálkodási tervünk, ugye, amit a halászati hatóság jóvá hagyott, amiben le van fektetve, hogy éves szinten milyen telepítési mennyiségeket, fajtáként, illetve mennyiségeket telepítünk a vízszeletbe, és ennek a végrehajtását most végzünk egy telepítést a mai napon. Ez 7 mázsa pont lesz most a mai nap, ebből 5 mázsa lesz a méretes fogható pont, illetve 2 mázsa két nyaras pont lesz, ami a 80 dekától 1 kg 20 dekáig terjedő súlyba, ugye, mert ezt is tartalmaz a halgazdálkodási terv. A mintegy 20 hektáros terület az egykori kerámia gyár, majd később a Wienerberger koncern tulajdona volt. A cég bányászatra használta a területet, ennek következményeképpen alakult ki a tó. Az osztrák cég kivonult a területről, majd azt a Bártaszéki Horgász Egyesület az önkormányzattal közösen bérbe vette. Idén, ami engedélyezett, kifogásra engedélyezett hal, nemes halak közül az a ponty, illetve a csuka, de most már azért fognak benne süllőket is, tehát méretes süllőt is fogtak már több darabot, illetve amurok is vannak benne, nagyok, mert tavaly már 8 kg körülieket is fogtak, idén is láttam ilyen 5 kg körülét, amit fogtak, de ezek elméletileg még nem elvihető halak, tehát ezeket vissza kell dobni. Most, ami a legújabb fejlesztési terv volt, az ugye a vízutánpótlást kéne megoldjuk, most elméletileg már egy pályázatot benyújtottunk, aminek az első körben még nem nyertünk, tehát egy ilyen napelemes rendszerrel, tehát elektromos szivattyúval oldanánk meg a patakról a tónak a vízutánpótlását, mert itt most a kezdett 18-ot durran, hogy a 2-2,5 méter víz már hiányzik a vízterületről. Ez lenne az egyik legfontosabb tervünk, illetve benne van még ez is, hogy egy napelemes rendszerrel megvilágítani, tehát északi időszakban a tavat, hogy belátható legyen, illetve egy kamerarendszer telepítése, hogy mondjuk azzal is mondjuk a biztonságot lehetne növelni. A helyenként akár 10-13 méter mélységű tóban többfajta hal is található. Ha nem nyernek a pályázaton, akkor az egyesület saját forrásából finanszírozza a fejlesztésekhez szükséges 2 millió forintot. A 618 taggal rendelkező Bártaszéki Horgász Egyesületből 120 fő használja a Kövesdi bányatavat.